dr. Bátki Pál nemzetközi büntetőjogra szakosodott ügyvéd arra hívta fel a figyelmet, hogy a kereskedőnél talált kábítószer mennyisége dönti el a kiszabható büntetés mértékét. A fogyasztásra készre sodort cigarettáknál és a tablettáknál azonban a számítás nem ilyen egyszerű. A kábítószer mennyiségénél viszont nem a bruttó mennyiség számít, tehát nem az a mennyiség, amit lefoglalnak a rendőrök és rátesznek egy mérlegre, hanem ilyenkor mindig egy vegyész szakértő kiszámítja a tiszta hatóanyag tartalmot, tehát tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy a nettó mennyiséget. És ez az, ami minősíti a cselekményt, hogy csekély mennyiségű, normál mennyiségű, vagy pedig jelentős mennyiségű a kábítószer, és ez alapján, a tiszta hatóanyag tartalom alapján lehet mondjuk egy kicsit megjósolni, hogy milyen büntetést fognak kapni ezek a fiatalok, de amíg ez nincsen meg, addig még találgatni sem lehet. Tehát ezt meg kell várni először, és én azt tapasztaltam, hogy ez több hónap, akár fél év is lehet, amíg a bűnügyi szakértő és kutatóintézet megmondja a tiszta hatóanyag tartalmát ezeknek a szereknek. Amikor megtalálták náluk a sluszkulcsot, akkor egyáltalán nem voltak segítőkészek a hírek szerint és a rendőrség információi szerint. Ön szerint ez lehet súlyosbító tényező majd a büntetésük kiszabásánál? Azt gondolom, hogy nem, mivel Magyarországon ugye az a szabály, hogy senki sem köteles bizonyítékot szolgáltatni maga ellen, tehát ez nem egy elvárás, hogy ők segítsék a nyomozóknak a munkáját, se vallomást nem kötelesek tenni magukra, se bizonyítékot nem kötelesek szolgáltatni maguk ellen. Lehet, hogy enyhítő körülménynek minősülne az, hogyha együttműködnének, de tulajdonképpen az, hogy ezt a jogukat gyakorolták, tehát hogy nem segítették a rendőrök munkáját, ez semmiképpen nem eshet a terhükre. Az ügyvéd szerint bármilyen büntetést kapnak a holland drogkereskedők, jó esély van rá, hogy azt nem Magyarországon fogják letölteni. Az egy másik dolog, hogyha őket jogerősen elítélik, akkor jó eséllyel a büntetés végrehajtására, esetleges szabadságvesztés kiülésére már Hollandiában fog sor kerülni, tehát Magyarország át fogja adni valószínűleg a büntetés végrehajtását Hollandiának. Ilyenkor ott is kell leülni, illetve a feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezések, azokra a holland jog az irányadó. Tehát a feltételes szabadság ugye az, amit a köznyelv szerint jó magaviselet esetén valamennyit elengednek a büntetésből. Erre a holland jog lesz irányadó, ami azért is fontos, mivel Magyarországon ez valószínűleg nagyon kevés lenne a büntetésnek a 4/5-e, mert ilyen bűncselekményért általában fegyházbüntetést szabnak ki, és fegyházból a büntetés 4/5-ének a kitöltését követően lehet szabadulni. Hogyha ez Hollandiában kedvezőbb, akkor ennyivel jól járnak, és általában kedvezőbb szokott lenni Nyugat-Európában ez a szabály. Arra számít, hogy a Magyarországon kiszabott büntetésnél ténylegesen Hollandiában valószínűleg kevesebbet fognak majd leülni? Én azt gondolom, hogy igen, természetesen. Nem ismerem pontosan a holland szabályokat a feltételes szabadulásra, de a tapasztalatom szerint a magyar szabályoknál nagyon sok helyen kedvezőbbek a szabályok. Bátki Pálnak sok hasonló üggyel volt már dolga, és a védencei csújtó ítéletek alapján, amelyekkel szembesült, inkább engedékenynek tartja a bírói gyakorlatot. A fesztiválon elkövetett kábítószerrel kapcsolatos visszaélések esetén az én gyakorlatomban eddig szerencsére nagyon enyhének mutatkozott, vagy enyhébb elbírálás alá estek ezek a cselekmények. Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy védőként mindig elégedett voltam ezeknek az eseteknek a lezárásával. Tehát akár az Ozora Fesztiválról, akár a Sziget Fesztiválról beszélünk, a bíróság eddig számomra kegyesnek mutatkozott. Ez természetesen nem jelent semmilyen garanciát erre a folyamatban levő ügyre. Milyen esetekben lehet ezekből életfogytiglan a végén? Életfogytiglan az, hát
Azt mondanám, hogy többszörös visszaesés esetén mondjuk, tehát vagy mondjuk egy olyan a kábítószerkereskedelemnek nem a legalsóbb fokán lévő, hanem egy magasabb szinten lévő elkövető, tehát tényleg aki az igazi főneke mondjuk egy kábítószerterjesztő hálózatnak, és nagyon nagy mennyiségű kábítószerről, többszörös visszaesésről van szó, akkor el tudok képzelni életfogytiglan, de szerintem nincsen természetesen rálátásom minden ügyre, de meg lennék lepődve, hogyha Magyarországon már valaki kapott volna tényleges életfogytiglant kábítószeres cselekmény miatt.